A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Köszöntöm Önöket! Nem ritka eset, hogy egy szélmalom lakásként is funkcionált az 1800-as években. Ilyen volt a Dusnoki szélmalom is, ahol egy népes család lakott. A lakásként is funkcionált épületen két évszámot is találtak. 1885 és 1888 a két dátum. Feltehetően először a Miskei pusztán építették fel, erre utalhat az első évszám, majd Dusnokra telepítették a malmot. Dusnokról származó szélmalmunk az gyakorlatilag egy vályog téglafalazatos épület, amelynek a külső köppenyfala téglából készült, hogy az esőnek jobban ellenálljon. A szerkezete az holland rendszerű, fölül a szélkerék az forgatható, szélirányba lehetett állítani és úgy működött, ezért csak akkor lehetett használni, hogy állandó személyzet van, az alsó szintjén ezért lakóépületet alakítanak ki, bubos kemenc és nagyon kis lakószobával. A Molnár lakás szobakonyha beosztású, amelyet a kívül fűtős kemence melegített. Kamrának már nem jutott hely, így egy polcon tartották a konyhai eszközöket. A malmot 1929-ben egy Amerikából hazatért ember vásárolta meg, aki bízott abban, hogy a malomban őrölt gabonából ő majd meggazdagodik. Koprivánac János volt az, aki megvásárolta a malmot meggazdagodás reményében. Számításai azonban elmaradtak, hiszen a szélmalmok ideje akkorra már lejárt. Így a malom megmaradt lakóházként, amely a Koprivánac családnak adott otthont. Az épület négyszintes. Földszintjén található a Molnár lakás és az úgynevezett lisztes pad. Ezen a szinten szabályozzák az őrlés finomságát. Az őrlendő gabonát az első emeletre, a kőpadra húzták fel. A harmadik szint a sebes kerékpadja, ahol a malom szerkezeti áttételi rendszere található. A dusnoki szélmalom a szél járásától függően naponta 12-18 mázsa gabonát is megőrölt. Vitorlái pedig 10-13 fordulatot tettek meg percenként. Minden zsákon találunk egy kis fa cédulát, ahol olvasható a zsák tulajdonosának a neve, illetve az, hogy milyen mennyiségű gabonát hozott a malomba. A malom 1950-ig működött darálóként, később lakóházként használták. A dusnoki szélmalom az alföldi tájegység részeként a magyar vidéki élet fontos termelőeszköze, amely a Molnár élet rejtelmeibe enged betekintést. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.